Lemondásra szólította fel Sepp Blattert az UEFA elnöke. Michel Platini azt mondta, elege van a FIFA botrányaiból, amelyek rendkívül sokat ártanak a labdarúgásnak. Az európai szervezet azt is javasolja, fél évvel halasszák el a holnapi tisztújítást. Blatter közben lemondta minden nyilvános szereplését, és válságtanácskozást hívott össze. Tegnap 9 FIFA vezetőt tartóztattak le korrupciós vádak miatt, a gyanú szerint 24 év alatt mintegy 150 millió dollár kenőpénzt vágtak zsebre. Hiába várták az újságírók Sepp Blattert abban a hotelben, ahol a hétvégi FIFA kongresszus felvezető programján a szervezet vezetője is részt vett volna. A hétvégi tisztújító kongresszus már most teljes káoszba süllyedt. Az Európai Labdarúgó Szövetség a voksolás elhalasztását kezdeményezte. Ezek az események azt mutatják, hogy a FIFA-ban mélyen gyökerezik a korrupció. Valós reformokra van szükség, de fennáll a veszélye, hogy a soron következő kongresszus botrányba fullad, ezért az Európai Szövetség megfontolja, hogy egyáltalán részt vegyen-e rajta, mondta a főtitkár. A válság miatti rendkívüli sajtótájékoztatója Michel Platini UEFA elnök elmondta, barátként találkozott Sepp Blatterrel, de az elnök kérése ellenére sem volt hajlandó lemondani. Az európai szervezet ezért úgy döntött, hogy Ali bin al-Husseint fogja támogatni a szavazáson. Később bementünk az irodájába, és ismét megkértem, hogy mondjon le. De ő azt válaszolta, Michel, jól ismerjük és szeretjük egymást, de túl késő. Nem mondhatok le egy nappal az elnök választás előtt, mondta Platini, aki hozzátette, Blatter újraválasztása esetén megfontolják a világbajnokság bojkottját is. A FIFA botrány kapcsán tartott házkutatást Miami-ban az FBI. Az amerikai központból irányítják az észak- és közép-amerikai focit. A 47 vádpontot tartalmazó vádiratban az áll, a szervezetnél többen egy masszív csalási sémát építettek ki és üzemeltettek évtizedeken keresztül. Ha amerikai földre teszik a lábukat a korrupt szervezetek, akkor mi számon fogjuk kérni rajtuk a vesztegetéseket. Senki nem állhat a törvények fölött, mondta az FBI igazgatója. Oroszország szerint a nyomozás egyetlen célja, hogy az amerikai és a svájci hatóságok megfúrják a 2018-as oroszországi és a 2022-es katari VB-t. Sajtóhírek szerint az őrizetbe vett vezetők közül csak egy ember írta alá a nyilatkozatot, hogy az Egyesült Államokba szállíthassák. A többiek esetében az amerikai és svájci hatóságok együttműködésére lesz szükség, de a felek már napokon belül rendezhetik a papírmunkát, így őket akaratuk ellenére is Amerikába szállíthatják. Jack Warner azonban feladta magát. A FIFA alelnök ellen felhozott vádak közt az is szerepel, hogy a dél-afrikai kormányzattól 10 millió dolláros kenőpénzt fogadott el azért, hogy az afrikai ország rendezhesse a 2010-es világbajnokságot.